Király, király, a béka király. Quack, 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 quack. És csókokat nyomott rám. Király, hogy hisz a mesékben, még néhány királylány, hogy megtöri csókja a boszorkányát kár. Aztán megkérem a kezét, és végül szül majd egy kis babát. De király fibán mégsem változok pillanatok alatt. Hiába csókolod meg, a béka mindig béka marad. Sírhat még ezen egy ilyen át, mert csókol mind, aztán megy tovább, de kicsit se fáj. Újra egyedül beked a híres béka király. Sírhat még ezen egy ilyen át, mert csókol mind, aztán megy tovább, de kicsit se fáj. Újra egyedül beked a híres béka király. Olyan régen várok rád, gyermekmentő. Hogy én vagyok a béka király.
lehetne időm. Vitéz Mátyás király urunk, mennybe szállas érettebb napkes iránkozunk. Igazság már az időtől nincs. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Szümeim merengének télen, szép Dunán hömpölygő olaj tengerében, seltűnődék, hová lőn az jég. Bécsnek büszke várá, azért ostromolánk, mert az Óberencen túl tejet olcsóban találánk. Szent igazság, hová lendél? Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Nagy Dalidó lesz itt máma, én mondom. Hát ez szuper buli, mert a jányom eladom. Lagzi Lajost vendégségbe meghívom. Az összes pipa dohányomat elszívom. Mert aki bújt, aki nem mire Sziasztok!
Remélem, hogy jól hallotok. Egész délelőtt igazából a mikrofonnal szarakodtam megint. Umaru-chan, Clarissa, Monguftafan, Mester Csenge, Réka, Bordács, Dalma, Anna, Csorba, ott úszott egy halacska, Krisz Berta, White Kagan, Libapipa, Barbara, Vidovics, Kiara, Desszertalon, Vivian, Liszi, Gergő, Nádár, Magdolna Hudak, Farkas Nóra, Monguftatifi, White Kagan, Szalai Balázs, üdvözöllek titeket, és közben kérdeztem, milyen napotok volt, arra már elkezdtem olvasgatni és válaszolni. SSO Sandy, szia, és Angelika Sajó, téged is üdvözöllek! Ez most elvileg egy chillesebb játék, nagyon szép dizájnnal, nagyon szép zenével, és el is kezdjük, csak volt egy próbaköröm, amíg be kellett állítanom a hangot, meg ilyeneket. Sokat halkítottam rajta egyébként, mert nagyon hangos volt, úgyhogy el is kezdjük a játékot. Gyakorlatilag ez egy ilyen indie game-szerűség, tehát aki látta a Lost Embert vagy a Rókás játékot, kb. Ugyanaz, csak víz alatt zajlik. Elgyönyörködhetsz, hogy mit rejt a tenger abba, hogy milyen élőlények vannak, milyen növényzetek vannak a tengerbe, közben pedig apró küldetéseket kell csinálnod, és a végén eljutsz valahova, és meglátjuk, hogy hova jutunk, minél mélyebbre megyünk, annál több mindennel találkozunk. Szerintem ez egy önmagába véve attraktív és érdekes játék lesz. És én őszinte leszek veletek, én videót akartam ebből csinálni, játszottam egy körülbelül 10 percet, és rájöttem, hogy nem tudok mit kiemelni, hogy érdekes legyen a videó, mert az indie játékokat érezni kell el és látni az elejétől a végéig, úgyhogy mindjárt veszem majd akkor lejjebb a játékot, úgyhogy azért is mondtam, hogy gyorsan jelezzetek vissza, úgyhogy videó helyett ezt csak live-ba játszom, mert nagyon izé lett volna az. Lejjebb vettem nagyon-nagyon sokkal, bár majd meglátjuk, hogy mennyivel, de azért fontos, hogy halljátok a játékot is, ezek vagyunk mi egy kis búvár! Nem jutott eszembe, hogy búvár. Jó napom volt, valakit majdnem megvertem, de visszafogtam magam. Az a lényeg, hogy nem. Most a te hangod is jó, köszönöm szépen Tifi a segítséget. Én is letöltöttem. Szuper, ingyenesen letölthető csütörtökig, úgyhogy akinek tetszik, az nyugodtan vegye le, nem kell egyből telepíteni. A zene az már rohadt jó. Egyébként én mindig is akartam búvárkodni, tehát én sokat voltam tengereknél, konkrétan Spanyolországban is, Törökországban is, Olaszországban is, Horvátországban is, rengeteg tengerparton voltam, Görögországban is, de a búvárkodás mindig is kimaradt. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, hogy mint búvárkodás, szeretnétek egyszer kipróbálni, szeretitek-e alapvetően a tengert, vagy a vadvizeket, illetve vagy tudtok-e úszni? Kezdjük így ezzel a felvezetést. Bécsbe volt 5 órát. Én már láttam ezt a játékot, de csak egy kis részét belőle értem. Annyit tudok, hogy meg tudjuk lovagolni a halacskákat, figyelsz. Jön a nagy hal, és azt hittem először, hogy be fog kapni, de hát ez nem horror game. Megnyomod a shiftet, és már is van min lovagolni, tehát hogy aki a lovaglást szereti az SSO-ban, most halakon lovagolhat konkrétan. Nehezebb egy picikét, meg hát kevesebb interakció van vele, de teljesen jó, hogy igazából nem csak úszunk, hanem a hal is bevezet minket a gyönyörű víz alatti világba. Köszönöm szépen, kedves ponty, vagy nem tudom milyen halacska voltál. Haloglás, igen. Ezt lehet úgy hívni, hogy haloglunk. Haloglunk előre. Szia, Imola. Az irányítás nekem általában nehéz, ha nem a megszokott cucc. Igazából az egérrel úszol, VASD-vel kanyarogsz, meg a másik egérgombbal is, de nem akarom végig klikkelni az egész játékot. Szerintem látványilag és hangzásilag gyönyörű. Az, hogy igazából mit fogunk csinálni, azt majd meglátjuk. Én 5 percet néztem bele. Ó, várjál. Aha. Hogyha megnyomod... Hoppá, mi... Teknősök! Hallod? A semmiből ide varázsolod a teknőst, figyelj! Tini Ninja harci teknős, vagy Franklin a teknős béka, mindegy, ők megjelennek ide, a kis fény lukból kijöttek, tehát ez egy nagy teknős, még mindig családbarát tartalom, de tudjuk honnan jönnek ki a teknős babák, tojásból, tehát akkor az egy kloáka. Na, keressük ki gyorsan azt, hogy bármennyire gyorsan, hogy... Amit tudok, hogy elvileg majd itt még találunk valamit, és azt fel kell szedni.
aztán a többi az nekem is meglepetés. Szia, Victoria Mizu. És kipihentétek-e már a tegnapi live-ot? Itt most két út áll előttünk, vagy három, igazából fölfelé is lehet menni oldalra is, meg lefele. Derítsük fel, ott a kis lovaglótársunk, meg a testvére. Vastag Csaba és Vastag Tamás, elneveztük a két halacskát. Nagyon kreatív vagyok. Az villog is, tehát ide le kell jönnünk. És hogyha benyomod a space-t, a halak közelebb jönnek hozzád. Találtunk egy rakétát. Leszkennelnek, hogy én vagyok-e én. Igen, én vagyok az, szia. Nem, én tényleg az eredeti Dave vagyok a mongúftáktól. Leszkennelte, én vagyok? Jó van, akkor mehetünk tovább. Azt nem tudom, hogy mire lesz jó nekünk ez a rakéta, de valószínű, hogy nem cápákat fogunk vele gyilkolászni. Mennyi hal? Hallod, én is beolvadok a tömegbe. Hát mi ez az előre haladás? Szerintem lehetne jobban haladnunk, és akkor a halas poénokat szerintem engedjük el erre a live-ra, vagy hát ki tudja, hogy mit hoz még az élet. A zene az fokozódik, nem tudom, halljátok-e. Ki lakik odalent? Kit rejt a víz? Gyere ki! Hát nincsen ott spongya, Bob, maradjunk annyiba. De ott van valami barlang, vagy egy nagy szájszerű akármi. Nem, ez egy szikla. Menjünk a fénybe! Gyorsan úszkálnak a tekik, mert ma van náluk a Black Friday. Ja, oké. Okay. Nem akarok magamnak spoilerezni, mert már láttam végig egyszer, szóval megyek. Rendben van, rendben van. Most értem a suliból, egyből jöttem a live-ba. Örülök neki, hogy itt vagy. Én soha nem mertem lemerülni a víz alá. Születésem óta rettegek a mélyebb vizektől, és mivel iskolában van kötelező úszás, azt sem merem, de viszont a Balatonba fürödtem. Köszönöm az információt. Régen én is féltem amúgy az úszástól, meg így a víz alá merülésből. Gyorsan úszkálna, igen, ezt olvastam. Tehát, hogy én tanultam úszni, meg én már voltam előtte is vízbe, de önmagától az úszástól, mint sport elzárkoztam, mert nagyon jól nem tudunk úszni, mármint én nem tudok, ti lehet tudtok. Hali újra. Szerintem menjünk egy kicsit lejjebb. Hát, ha ott találunk valami eldugott kincset. Szia, szerelmem! Éppen az úszásról, a vadvizekhez való dolgokról és a tengerekről beszélgetünk. És kiszabadítottam egy csomó teknőst. Mit mutatsz? Ha! Hallod, hófehérke vagyok! Csak én vagyok a vízi hófehérke! Dalolok és jönnek az élőlények, vagy nem tudom. Mondjuk semmi se jött, ezen az egy halon kívül. Az is itt hagy. Ott egy tengeri csikó. Csikó halacska. Szia! Kommunikálunk az állatokkal, azt vágjátok. Mondom én, tengeri hófehérke. Na! Itt a másik robot! Nem tudom, minek kellenek a robotok még mindig, de azért majd meglátjuk. Hali, még most kezdtük, még kb. Semmiről nem maradtál, néhány állatkát kiszabadítottunk, és még... azt se tudjuk, merre megyünk. És hogyha valakinek nagyon megtetszik a játék, akkor ingyenesen le tudjátok tölteni, ezt fontos megjegyezni. Azt a lebontom a falat. Faldöntő vagyok. Jana mondja, hogy Gergőnek tudta, hogy spanyolul azt jelenti a neve, hogy úszni. Ezt én se tudtam. Megállunk egy kicsit, és szia Dalma, mindenkit üdvözlök, Vivian téged is. Ja, nadár. Oppá, cápa! Na hát a cápa, az nem biztos, hogy nekünk jó. Haliho, én nem vagyok húsvér ember, én csak egy pixel ember vagyok, engem nem kell megegyél. Mi van itt? Mik azok a sejem sonkahalak, vagy nem tudom, hogy minek hívom őket. Tehát az jut róla eszembe, na valamihez muszáj azonosítanom. Szia, Bubu! Itt lent csak a cápa lakik. Eltűnt a cápa. Nem tudom, hová lett. Oszta csiga! Tessék, szerelmem, csiga, vízi csiga! Hát, felszedtük a csigát. Elhozom neked itthonra, mit szólsz?
Ó, de kár, hogy már menned kell visszadolgozni. Nem baj, babám. Köszönöm, hogy benéztél. Angolnák, köszönöm szépen. Úszni elég jól tudok, úsztam már, de a Balaton nem a kedvencem, inkább maradok a földön focizni, értem. Oké. Megúsztuk a cápát. Térképünk amúgy nincs, tehát hogy így a vakvilágba úszunk konkrétan. Új terület, más a szín. Ott van valami nagy kék akármi. Hallod, merüljünk le. Atlantis. Vagy mi lesz az? Ja, tudok mellúszni is, csak úgy, vagy így ilyen, nem tudom, ezt milyen úszásnak mondjuk, béka úszás. De egy nagy kék akármi. Hallod, ez egy torony, vagy mi ez? Én is már voltam a Mongufta szigeten, mikor szoktak. Szerom voltam. Értem. Örülök, hogy voltatok. Nyugodtan nézzétek meg a Mongufta szigetet. Szerintem oda a kékhez valamit be kell aktiválnunk, de ez egy víz alatti templom lenne talán. Lehet. Hát ide jövök, aztán meglátjuk, hogy történik-e valami. Jézusom, örvény. Szívjál be! Dika dimenzió kapu! Igen. Jű, de gyönyörű. Azt a rohadt de szép! A Tomb Raiderben nem volt ilyen. Tehát, hogy hallod, lebegek. Mondjuk, ha ezek mélykasok lennének, akkor most összefosnám magam. Nem szeretem a darazsakat, meg a mélyeket. Hát hallod, megyek oda a fénybe. Vagyis hát lebegek. Nem akarok leesni. Utoljára 5 éve úsztam, mert nagyon magas voltam, és kosárlabdázni akkor nem tudtam. Értem. Mondjuk több ilyen kis bigyusz is van, nem tudom, hogy csak egyhez úszunk-e oda. Nagyon-nagyon szép. Hogy ez vajon egy másik kapu, vagy mindegyik egy-egy másik kapu, de ott van valami csigusz. Várjatok, a csigusz gyűjteni kellett az előbb. Nézzük csak meg a csigát. Gyere csak, csiga. Messze van egy picit. Szerintem fel kell szedni mindenütt a csigákat. Vagy nem? Nem. Őt nem lehet felszedni, pedig azt hittem. Jó, akkor megyünk oda előre. Mondjuk itt ott, aha. Aha, lehet, hogy ezek ilyen különböző portálok lesznek. Nagyon érdekes. Nem, mert ugye nem tudunk semmit a sztoriból, csak hogy mint búvár itt vagy, azt vagy. Nem volt felvezetés. Ott van valami, viszont. Gyertek ide, robotaim, vagy akármik. Milyen slime. Erdélyi Mónika odaadná szívét ezért a slime tengeré. Aktiváltunk valami. Hát megjöttek a pandóriai rájáink. Rájogolunk. Egyelőre az az érzésem csak, hogy ez gyönyörű. És ennyi a hozzáfűzni való eddig a játékhoz. Ez rohadt gyönyörű. Dika rája. Meg kijön a nagy korall is. Megnyílik a kapu. Mindenki bejöhet. Bátran mindenki, az én vendégem. Hol vannak a ráják? Akarok egy ráját. Lassítsatok. Jó, akkor szembe jövő rája, gyere. Ez az! Nem kapaszkodott rá, várjál. Kell egy rája. Megvagy! Innentől megyek veled. Mondta ráj! Gyönyörű vagy. Gyere kis rájácskám. Bemegyünk a kapun, mit szólsz? Kicsit lejjebb, ereszkedjél, úgy. Sokkal lejjebb, be fogod verni a fejed. Megoldod. Á,
Na jó, menjél az utadra. Nem leszek állatkínzó. Viszont nem látom a kaput. Hova lett a kapu? Aha. Tehát ez felnyílt, ezt látom. Ott a kapu, megvan. Jó, jó, jó. Nagyon ari. Rájagolás egyből, azonnal. És mik ezek a kis... világító vízigenyók? Nem tudjuk. Ó, egy csapathal. Ez haláli ez a játék. Igen, igen, a ráját minimálisan irányítottad, tehát úgy néz ki, hogy rákapaszkodsz a halra, ő próbál menni valamelyik irányba, de az egérrel tudsz neki ellenhúzni egy kicsit. Tehát félig meddig te irányítod a halat, de azért erősebb akarata van. Azért mondtam, hogy lejöttünk vele, de az ajtón nem akart bejönni. Hallod, Egyiptom? Úha, tintahal. Tintahal, ugye? Most biológiából kiderül, hogy pedig ötös voltam amúgy. Ott viszik a köcsögöket eladni a piacra. Itt meg már a piacon ki van téve, és van egy boldog bálna. Lesz egy boldog bálna. Megállapítom. Nagyon jó, megéri megvenni, ha fizetős. Fizetős, Zencu, de képzeld el, hogy most még csütörtökig ingyenes az Epic Games-be. Akinek tetszik, töltsétek le. Ezt amúgy én meg akartam venni, elárulom nektek őszintén. Benne volt a Steam-es kívánságlistámon. És amikor megláttam, hogy ingyenes lett ezen a héten, hát egyből leszettem. És ez nem szponzorált tartalom, mindössze rohadtul szép a játék. És minden áron ki akartam próbálni, amúgy is szeretem az ilyen stílusú játékokat. Ez az, én ötös voltam bioszból, de hát alig tanultunk halakról, hát hagyjuk már. Megette! Bazd! Bocsánat, megijedtem! Azt hittem, ez egy nyugis játék, és semmi nem lesz benne, ami rossz! Azt a rohadt! Hát én azt hittem, ez egy csillelős kis nyugis game, erre a cápa szétrágta az egyik robotot. Hát megijedt! Jobban megijedtem, mint egy horror játékban, hogy ott készülsz rá, hogy jön a jumpscare, én meg itt full nyugodtan úszkálok elő. Ujjajjajjajjaj. Hát hova le... Jézusom! Na várjál. Ezek után menjek előre itt! Szétharapta a robotot és menjek előre! Hát muszáj. Én nem megyek le! Menjél fölfele! Nem megyek le! Az biztos, hogy oda én le nem megyek. Szia, Linda! Maradjál fönt, robot, már téged is szétrág, én nem tudom, mit csinálok. Azt hittem, hogy rágógumi, vagy nem tudom. De ez milyen mély amúgy? Hát én nem megyek le. Úgy, maradjunk fönn a kis halakkal, rendesen megijedtem. Dév, ha nem vigyázol, a robot sorsára jutsz. Hát ettől félek. Húzzunk már innen, nem akarok cápás vízbe úszkálni. Rendben van, szia, jó tanulás, majd várunk vissza, hogyha végeztél. És azt lehet, hogy csak két robottal lehet kinyitni? Nem. Hallod? Mondom, én piramis. Hát mínusz egy robot, de megyünk tovább. Én nem maradok ott, szia Bogi, én nem maradok ott a cápával. Nem az a lényeg, hogy vigyázni kell a robotokra? Hát ha az a lényeg, akkor már nem lesz 100%-os, mert széttépte. Ja, de rendesen megállt a szívem, hogy mi ez, mondom, mi ez? Azt hiszem pálya level kész, megyünk tovább. Nem megyünk soha vissza. Ó, már nem is tudnék! Tehát jó. Huha. Hát mint a kicsit gyorsabban folyna a víz. Most csütörtökig az Epic Games-en ingyenes Bogi, úgyhogy töltse le mindenki, nem kell egyből telepíteni, csak töltsétek le, hogy ingyen szeretnétek elhozni, és akkor benne marad a könyvtáratokba. Oda kimegyek, tuti el sodor. Ez olyan, mint a szerelem. Nem várod, belemész, sodrolsz az árral. Ó, de jó! Hát figyelj, a kis halaknak ott milyen csapat hal, piros hal. Dévés a izé megnevezés, az jó, jó, nem cápa, már én nem akarok cápát látni. A dika rózsaszín hal. Hát valami gyönyörű.
Az valószínű, hogy örvény. Hallod? Ez az. Biztos jófele megyünk. Hoppá, azok mi mennek ott fel? Azt nem tudom, mellök az örvény, nem bírok visszafordulni. Aja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 j
lesznek delfinnyók. Vigyázni kell, hogy ne fejeljük le ezeket a sziklákat. Úszál föl? Úgy. Nagyon jó. Tökéletes, én vagyok hosszú Katinka. Úristen! Hát mennyi hal ez? Nagyon sok. Én gondoltam, hogy ebből csak az lesz, hogy ámulok és bámulok. De szép. Jó van, halacskák, én megyek tovább, jó? Az úgy egy cápa volt! Hoppá! Ha világító barlang. Gyakorlatilag az az értelme, hogy eljutsz valahova, és közben pedig csodálkozol. Úgy de szép. Meg hát ugye a robotoknak meg valami alapsztoria van, de az indie játékoknak mindig az a lényeg, hogy érzelmeket váltson ki belőled, mint a Lost Ember is volt. Ott egy nagy kövér hal. És ilyen egy-két küldetés van, mint volt a robotélesztés, meg ilyenek. Hát ez tényleg inkább ez ilyen kis chillelős. Kivétel, ha úgy megijedsz, mint én. Rendben van, Veronika, jó letöltés. Most még mondom, csütörtökön azt hiszem délután 3-ig le tudjátok tölteni ingyen. Meg végigviszed a pályákat, van aki jobban átnézi, mint én most csak megpróbálok nektek végigmenni nagyjából. Fel kell fedezni. Elvileg lehet valamiket gyűjtögetni is, de hát ahhoz meg kéne találnom, hogy mit. Hallod, gyere robot! Hol a robotom? Nem maradt robotom! Na, ahol például a cápa nem ette volna meg a robotom, akkor ide le tudnék menni. De... sajnos megették. Úgyhogy vagy keresni kell egy másik robotot, mert ugye egyet felrobbantottunk, ott a delfinszobor. Így nem tudok lemenni, mert nincsen meg a robotom, Dick. Hát ha tudtam volna, de hát honnan tudtam volna? Nem, ez cápa szobor. A cápáknak minek állítunk szobrot? Fúj! De szépek vagytok. Hát, ha lesz még itt valahol egy robot. Csak nincsen térkép, tehát hogy nem tudom, hogy merre kéne menni. Körbenézek. Hogy sasol? Aha. Barlangból jöttünk, ugye? Tehát akkor nem megyek visszafelé. Hát itt el tudok menni igazából arra, meg lefele. Menjünk először. Ott fönt van valami, ott fönt. Akarok egy delfint otthonra. Emlékszek, hogy delfin cicák, emlékszek. Na! Még egy csiga. Nem tudom, mire jók a csigák, de lett egy csigám. Remélem, hogy valamikor abból robot lesz, vagy én nem tudom. Hát, főleg, hogyha egy ilyen játék, ahol deríts fel, aha. A sarkokat nagyjából érzem, mert visszafordul olyankor. Meglovagolom a kis mini delfint. Azaz, common delfin. Hát gyere delfin, common delfin. Common delfin, let's go party. Yeah. De ide kell a robot, várjál, addig nem tudok tovább menni. A cápa ritka békés állat, és csak akkor se cápaharapás, ki tudja melyik filmben volt. A cápába? Csigából lenne a robot? Erre már én is gondoltam. De hogyha nincsen meg a robotom, várjál, akkor muszáj valamit találnom, vagy egy másik utat, mert nem tudok lemenni.
Valaki amúgy ismeri a gémet, tehát hogy tudja, hogy valóban igazam van-e, vagy össze-vissza magyarázok? Nem tudom, Zsolt, hogy te tudod-e, hogy hogy lehet robotunk, vagy játszottad-e, vagy láttad-e magát a játékot? Hát figyelj, ők mennek főfele, jövök fel. Ó, mekkora ugrás! Ott ugrálnak a halak is, várjál! No, ilyenkor kéne rákapaszkodni egyre. Gyere, ugorj! Wow! Megugrattam! Még egyet! Nagyon szép, köszönöm szépen! Innentől Delfin Idomár Dave-nek szólítsatok engem! Valami csak megmutatja, hogy merre van a helyes irány. Mondjuk itt egy barlang. Vagy ez ugyanaz a barlang? Na majd meglátjuk. Ah, ez más, vagy ugyanaz a barlang lesz? Várjál, kijöttünk innen és akkor láttuk innen ezt. Aha. Hát de lehet, hogy vissza kell menni. Ne, lehet, hogy le kell menni tényleg a cápához. Nem már. Nem, jó. Jelzi, hogy nem arra. Én azt értem, édes csillagom, de hogyha oda én lemegyek, ott nem fogok tudni lemenni. Mert megnézzük, hát figyelj. Most nem tudom a játékot megnézni, miről. Abzu. Első 50 randi, azt szerettem, sokszor néztem meg azt a filmet, vígjátékot. Gyere. Törd át nekem a falat, Delfin! Törd át a falat! Engedelmeskedj! Nem engedelmeskedik annyira. Hogy? Ott! Gyere le! Na majd mindjárt kitaláljuk, hogy megyünk le. Nem tudom a csigákat elővenni. Azt nézem, hogy nincs valami... Nem, nincsen semmi beállítás. Pedig biztos, hogy ott kell lemenni, csak kérdés, hogyha nincsen robotom. Vagy a halak nem törik át nekem? Pedig ott mutatja a sárga kis cuccot. Zenélgetünk, hát ha jön valami. Egyelőre most leblokkoltunk. Halacskáim! Vagy lehet össze kell ide gyűjteni minél több halat, nem? Gyertek! Vagy valamit nem vettem fel. Ez a két option van. Nem az van, hogy... Hát ott felvettem, nem? Itt meg nincs semmi. Tehát itt volt a csigabiga. Ugye? Delfinnel kéne menni, nem tudom. Mindjárt megnézzük. Vagy ezzel a naggyal. Gyertek, delfinek! Lehet, hogy az lesz. Csak nem tudok rájuk menni, mert elúsznak. Gyertek ide!
Így, gyere le és segítsél nekem kinyitni, úgy. Nagyon ügyesek vagytok, kövessetek halak! Gyertek, át fogjuk törni a falat, én érzem. Csak nem tudom hol a fal. Jó, erre kell jönni, ügyesek vagytok. És ott le, figyelsz, ott lejöttök. Ezt kellene áttörni. Hát, nem törik át. Akkor még kell egy delfin, fog meg. Oké, lehet, hogy azzal kell oda menni még jobban, tehát hogy nem voltunk pont a ponton, az lehet. Igen, az lesz lehet. Nem bírok lejjebb menni. De ne arra menj már! Én nyomom neki, hogy ne arra menjen, amennyire tudom. Nyughass már! Oké. Nem tudom egyelőre oda csalni. Ott van valami, várjál! Köszönöm, Delfi, hogy ide vezettél. Mi ez? Pufferfish! Hoztunk pufferfisheket. Jelentsen ez akármit is. Kiengedtünk egy pufferfist. Akkor lehet, hogy ki kell engedni a dolgokat előtte. Mondjuk tényleg, hogy ezt a delfin nélkül meg rohadtul nem is láttam. Menni arra? Jó, meglovagoltuk szegény kis delfint, aha. Viszont a shiftet végig nyomni kell. Tehát, hogy ha elengeded a shiftet, akkor leszállsz a halról. Ezt azért tudjátok. Súgok közbe. Az a baj, hogy ott lent viszont lehet, hogy csak a robot kéne. De nincs. Vagy mit mutat? Na nézzük meg. A nem, ez egyértelműen a robot. De nincsen robotom. Pufferhal, gömbhal, igen, igen, köszönöm. Na, azt fölismertem. Ja, hát valahonnan nekem szereznem kell egy robotot. Mondjuk az rossz, hogy semmi tutoriál, meg semmi nem volt, hogy mondjuk hogy szerelem össze a kagylókat, ha azért gyűjtöm a kagylót. Gyere ide. Megnézem, ezzel vissza tud, hát ezzel biztos nem tudok visszamenni. Menj innen. Ezek az elektromos angolnák. Ó! Megvan! Ja, meditálni tudunk. Aha. Ezt is megtudtuk. Tudunk meditálni a szobrokon. Semmi baj, jó tanulást közben. Amíg itt meditál, addig megnézzük, mi újság van Instagramon. Semmi, csak privát üzenetek, az ráér. 17 like, köszönöm szépen. Nagyon szép a játék, meg minden, csak kevés egyelőre az information. Szia, Dorka. Tehát, hogy nem tudom, most honnan szedek robotot? Tehát, hogy próbáljak meg tényleg visszaúszni. És visszalopni a cápától, az lehet? Ott a robot! Megvan! Megvan! De jó! És ezek meg elmentek arra vissza, de viszont akkor...
Még nézzük meg, hova mentek, vagy menjünk a robotos cucc felé. Nehéz. Jó van, csak lett robot. Meg ne legyen egy cápa. Vigyázzál. Na gyorsan leúszunk oda. Kagyló is van. Megoldottuk a rejtélyt. De igen, kellett hozzám úgy hallovaglás. Valószínűleg. Ez az, nyisd ki nekünk a kaput. Professzionális megoldás. Rendben van. Na. Ússzunk egy kicsit lejjebb. Ó! Oh! Mekkora óriás teknősök! Mondtam, hogy amint lejjebb megyünk, egyre nagyobb állatkák lesznek. Azt a mindenit. Szia Anna, mi újság, milyen napod volt? Milyen vidám halacskák! Oh-oh! Gyilkos bálna! Wow! Karthalak! Csatlakozzatok hozzám, azért küldöm a jelet. Ha tetszik, akkor pedig osszátok meg Insta Story-ba, srácok, hogy minél több ember le tudja tölteni ezt az ingyenes, a csütörtökig ingyenes játékot. Nagyon jó feelingje van. Csak közben néha figyelnem kell az irányításra. Ott ugrottunk velük, nem tudom, láttátok-e, de szép volt. És ennyi, ez volt a pálya, valószínű. Megint, igen, a robot ugyanúgy felrobban, mikor használja magát, úgy látszik. Tehát egyszer használatos a robot. Na, mellúszás. Köszönöm szépen. Aha, szerintem ezek a portálok az, ezek a pályák. Tehát, hogy a portál a pálya vége, ha minden igaz. Itt a robot! Nem, visszajött, csak lemaradt az úszásba. Szia, robot! Hova megyünk most? Azt csak ő tudja. És nem tudjuk, mi ez a piros cucc, amiben vagyunk, mert... Aha. És akkor az kész. Még egyelőre, ma végére úgy is megértjük, hogy mik voltak ezek a víz alatti cuccok. Ússzál már magasabban. Milyen úszástól figyelsz? És akkor újra megyünk tovább. Aha, a rájás készen van, az volt a rájás. Második izé a templomból. Itt valami nagy templom fog újjáépülni, biztos vagyok benne. Aha, ez a gyilkosbálnásos. Nagyon jó. Ráják, gyilkosbálnák, szia Józsi. Harmadik pálya. Most kiemelkedik ez is, ez a templom rész is. Ez az, visszaépítünk egy templomot. De szép.
Vagy hát így a környezet megjavul mellette. És jön a következő ajtó. Kű, de szép lett. Ott vannak a gyilkos bálnáink. Vagy karcárnyú delfineink, ugye úgy is hívják, ha jól tudom. Nem akarok nagyon butaságot mondani. Jaj, a kicsire rá tudok jönni. Hát mi van te? Baba bálna. Ugratunk egyet? Ő nem ugrál. Nekem is nagyon tetszik. Megyek eszeszó csembe, rendben van, jó játékot. Még nem néztem vissza a mostani nyerőpárost. Én mindig általában visszanézem. Na jó, menjünk tovább, ennyi. Kiélveztem azt, hogy rajtuk is lehetett lovagolni. Mehetünk a következő pályára. Nagyon szépen van meganimálva, úgyhogy... És most ingyenesen letölthető, amúgy is már régóta gondolkoztam rajta, hogy kipróbálom. Na, ússzunk. Ó, de jó, ahogy így bejönnek. Nagyon rohadt jó. Na, akkor itt a templom, tehát ott vannak ilyen kis köcsögök, búzák vannak a falon. Itt a gonosz cápa, figyeld, ott vannak az emberkék. Valami van a cápával. Lehet, hogy a cápának van valami ereje. Próbálom megfejteni a hieroglifát. Ott a bálna még mindig. Lehet, hogy a bálna meg a cápa harca lesz a vége. Ó, jaj, nem akarok cápát. Nem akarok cápát. Jó. Én nagyon nem akarok, karthal. Nem akarok cáp. Mi az a nagy hal tömeg? Hallod, én beúszok oda, esküszöm. Jaj, de szép! Aha. Ott a bálna, beszarsz! Oda nézzé. Ott van. De oda nem tudom, lemerjek-e menni. Már itt nagyon sötét van, tehát hogy itt azért kicsit para. Meg ott a gonosz cápa is, csak úgy megjegyzem. Hát lehet, hogy nem tudom, szabad-e ennyire lejönnünk. Jó, menjünk kicsit följebb szerintem. Oppáré! A bálnát meglovagoltam, hoppá! Figyelj, gyorsabban feljutok, mintha fel akarnék úszni. Ez is egyfajta lehetőség. Köszi a fuvart! Itt kiszállok. Egybőbe vagyok védve, hallod? Biztonsági bálna szolgálat. Meg ne egyen egy cápa. Ó, be kell oda bújnod. Menj a lyukra. Megyünk a narancssárga fénybe, ott még nem voltunk. Van egy jó hangulata a játéknak, az biztos. Szia Lili, éppen bálnagoltunk. Narancssárga! Mármint, hogy nyilván a cuccok, meg a nap, meg minden. Ott egy köcsög. Két köcsög. És még mindig csak a templomba látott köcsögökről beszélünk. Itt egy horgony. Aha, megyünk tovább a cuccba. Milyen napod volt, Lili? Fárasztó volt? Jó volt? Hallod, mint a arany búzamezők, itt lesz a csokapik, vízi csokapik. Teknősök, mit látunk?
mit látunk, nagyon sok mindent. Ott fénylik valami, mondjuk több helyen fénylik valami. Ez megint valami ilyen leülő helyet tudsz, de itt egy szobor, vagy egy robot. Kávézik a cápa. Ezek a cápához, cápát imádták szerintem, és a cápa volt az istenük, azért van annyi cápa szobor, én biztos vagyok benne. Na, szia robot. Meg vagy mentve. Az egy cápa? Nagyon remélem, hogy nem. Ott egy piros rája. Nagyon szép. Nem, az nem cápa, ennek nyomi arca van. Kiszabadítom a kalapács halakat. Kalapács hal. Nekem aránylag jó telt. Szia csengettyű, és neked hogy telt a napod? Ebből videót akartam, de rájöttem, hogy inkább live-olom, mert ez egy inkább egy indie szép játék, és ebből nehéz lett volna azt ki... Végig azt kiemeltem volna, ú de szép. Hát így azért egy kicsit nagyobb értelme van. Hát menjünk le ide a csatornába, mi van ott lent? Fú, de nehéz lefele úszni. Nem baj, lemegyek. Egy csiga. Nem tudjuk még minek gyűjtjük a csigákat, de ez már vagy a negyedik csiga, amit felszedek. De a robot nagyon örül neki, úgyhogy biztos, hogy valamilyen aksi töltő, vagy nem tudom. És most ingyenes, aki szeretné Epic Games-re, szedje le nyugodtan. Itthon kellett lennem, mert apukám beteg lett, de már hol megyek suliba. Rendben van, jobbulás apukádnak. Oké, kiúsztunk. Azok mik azok a nagykövér állatok? Nagykövér állatok, kérem, várjatok! De szépek vagytok, mik vagytok ti? Lamantinok, vagy mik ezek? Dika kövér, nézzük meg! Te ki vagy? Nem írta ki a nevét. De jól lehet téged lovagol, figyeld, az dobj egy hátas tőlem. Meglátsz, hátas dobsz. De cuki! És le tudtok úszni nagyon lentre? Lehet, hogy nem. Vagy ugratni egyet, na. Gyere a fénybe! Lamantinta... Nem, nem akar följebb menni. Ők nem nagyon használhatóak a felúszásra. Viszont ott látok egy fénylő cuccot. Elúszok én oda magam is. Ott a tekikoma. Gyere, teknős. Nem erre akartam rácsatlakozni, ez ilyen lepénypofa. Stunfish. Nem baj. Nagyon gyönyörű, én is azt mondom, hogy érdemes szerintem, aki szereti a hasonló típusú játékokat, a érdemes leszednie. Mit szabadítok ki onnan? Gyere robot, engedjük ki, szabadítsátok ki Willit. Ja nem, innen már kiengedtük? Akkor jó van. Kétszer akarok mindent kiszabadítani, hallod. Nagy dagadt állatok, ha már nem... Hát... Mi? Ha ne ér, bem hívtak még, én közéjük tartozok, jaj. Én dagadt vagyok, kész. Én vállalom. Megvan a teknősön való lovaglás, jó van, nem tudtam, hogy hogy kell. Hát itt tudunk két irányba is menni. Ott. Ah! Megették a teknőst! Megették a teknőst! Hova lett a teknős? Ez egy gonosz játék. Előbb a cápa eszi meg a robotot, most a teknő... Ott van valami, várjál. Vagy erről jöttünk? Azt nem tudom. Aha, erről jöttünk. Vissza. Megette a teknőst! Hát jó, megint megijedtem. RIP teknős, igen. Nem baj, van még. Nem az volt az utolsó példány. Ú, ott lent van valami nagyon. Jó, megyek oda. Ott egy polip. Is.
Hello, Polip! Mit csinálsz? Úgy, úgy. Itt a másik robot, akkor valami nagy action lesz, hogy két robot kell. Még hogy chilles, én is azt hittem. Hát de Franc se gondolta, hogy megeszik, amin lovaglok. Innen is szabadítunk ki állatkát. Ráják, pöttyös ráják. Menjetek ráják, szerintem amúgy az is a játék egyik ilyen alpontja, hogy gyűjtsd össze a csigákat, szabadíts ki az állatokat a pályákon, és mellette juss át a pályán. Tehát azért végül is így már kezd összeállni a kép. És gyűjtsd össze a robotokat, az se egy utolsó szempont, meg kell. Aha. Itt megyünk tovább, amihez kell egy robotrobbanás. Szia Éva, milyen napod volt, mi újság? Tört szét! Na, szuper. Akinek tetszik, azért hangsúlyozom, ez a sorozatom lényege, az heti ingyenes, hogy csütörtökön délután 3 vagy 4-ig le tudjátok tölteni ingyen az Epic Games-nél. Szia, Zozovok! Ú, de szép! Az egy ketrec? Aha, ezt fogjuk felrobbantani szerintem ketten. Várja, el kell tekerni. Tekerjed? Az... mit rántok én meg? Valami csapóhíd? Híd? Igen. Ja, és így nyitott ki az ajtót, azt a rohadt. Van itt összetett gondolat. De nem nyit ki. Vagy oda kell mennem. Hát már előbb mondtam el pont Zozovok, pörges vissza 2 perccel előbbre. Pont elmondtam, hogy mit kell gyűjtögetni, élvezni kell a grafikát, a hanghatásokat, meg mellette elmondtam mindent. Tényleg elmondtam, most mondtam el. Igen, nagyon élethű és szép. Rájöttem, hogy nincs hely a gépemen, ó, rip. Nem baj, hogyha most beteszed a könyvtáradba, akkor is ingyen marad. Tehát, hogy bármikor tudod majd telepíteni. Na várjál, követni kell ezt a mozgó cuccot, mert ez fogja kinyitni nekünk. A robotok nagyon előre mennek. Amúgy gyakorlatilag elmondom még egyszer, ki kell szabadítani az elzárt halakat, összeszedni a robotokat, teljesíteni a küldetéseket és csigákat gyűjteni. Ja, még a másik irányból nincs, aha. Kell keresned még egy olyat. Igen, látom, hogy... Hát nem lesz nehéz megtalálni, követni kell a másik ilyen járatot. De köszönöm szépen, Anna, nagyon jó ötlet. És igaz. Remélem a kalapácshal nem ver tarkon. Igen, mert 2 ilyen cucc húzza fel. Köszönöm a tippet. Jól vagyok, köszönöm. Ebből akartam reggel videót felvenni, és rájöttem, hogy live-ba izgalmasabb. Aha, itt lesz bent. Aha, meg is van. Köszönöm. Rohadt okosak vagytok, tényleg, viccem félretéve. Szuper. Meg a gépet javítottam, mert nem volt jó a mikrofon, a webkamera is hibázott sokat, meg minden, és azt csináltam délelőtt. Na, most már talán jó lesz. Bizony, ez kellett ide, így van. Ez volt az első eddigi összetettebb feladat, hogy nem csak egy sima úszás volt. Mehetünk. De most tudom, hogy technősre nem szállok rá, mert megeszik a nagyobb halak. Hát jó, nekünk ugye gamer gépünk van, ezért nagyon sok játék ráfér, de hát azért vettük. De szép megint. És mindjárt semmiből előjön megint egy cápa. Na jó, remélem, hogy nem. Nagyon piros. Várjál, nem bírok lejjebb úszni.
nem is szabad annyira teljesen lemenni szerintem, azt tapasztaltuk, hogy lent veszélyes, ode, mert ott van valami cucc, visszavontam. Lehet, hogy lent veszélyes állatok vannak, de le kell menni a cuccokért. Innen valamit mindjárt megint kiengedek. A piros halak, ezeknek nem tudom a nevét. De szépek. Azt nem tud meglovagolni, mert túl kicsi. De írtó cukik. Oroszlánhal, igen. Táskát kell pakolnom, közben maradok, rendben van. Én mindig szeretem a táskán bepakolni, lehet fura gyerek voltam. Megint itt egy cápa szobor. És ott egy cápa, ne. És úgy kell valamit aktiválnom, hogy a cápa ne ölje meg a robotokat? Na hát kösz. Ez hogy a szarba úszak itt át? Jó, elment. Legalábbis most egy kicsit arrébb ment. Húzzunk bele. Láttam a cápát, ne is mondd. Jó, hát nem arra fogok menni, amerre a cápa volt, azért annyi eszem van. Ja, ez meg Zsák utca? De akkor mindegy, hogy van-e annyi eszem, hogyha ez csak Zsák utca, akkor arra kell mennem. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy miért imádta ez a nép a cápákat. Már azt látjuk, hogy istenként kezelték a cápákat, de hogy miért, azt nem tudom. Remélem kiderül a végére. Köszi, Liba. Átment ott a cápa, tehát igazából ki kellett várni, amíg elmegy, mert volt, amikor nem meg sem mozdult, mikor közelebb mentem, úgyhogy így megoldottuk. De azért még nincs vége a pályának, várjatok. Ez olyan, mint egy temető, vagy mi? Na persze, megint olyan rohadt lentre. Jó, hát gyorsan, mert tudjuk, hogy a cápák lent szoktak elbújni. Vagy csak hogy menjek, mert előbb is az volt, hogy így mentem a semmibe, és a random jött egy cápa és megette. Ne úgy ússzál már! Jó, és amíg nincs ott a két robot, be se tudsz menni, tehát hogy konkrétan muszáj a robotokat vinned. Oké, épül még egy része a templomnak. Nem tudom hány részből áll a templom, de ez már a harmadik. Szerintem amúgy 5 vagy 6 a tippem. De belassultál. Ja, mert elengedtem a másik egérgombot, azért lassult be semmi. Azért Liva Pipa, ne spamelj, vagy nem te vagy a telefonodnál? Olyan, mintha a levegőben lennél, és tényleg amúgy hasonló egy picit arra. Mintha így lebegnék. Ússzál le. Újra egy slime. Igen, ez a cápák része, vagy ezek a nagy izé állatkák. De amúgy annak az egynek örülök egy kicsit, hogy nem 100%-os végigjátszás lesz, mert nekem már elpusztult egy cuccom. Meg nem biztos, hogy mindenhol megtaláltam mindent. Tehát, hogyha valaki kedvet kap végigjátszani, ő jobban figyeljen, mint én. Én próbálom nektek megmutatni a pályákat. Na, az jó. Mármint, hogy figyelj, jön helyette másik fog. Nagyon szép. És igen, itt voltunk az aranycucban, most kell átmenni oda. De viszont itt vigyázni kell, mert itt azért volt cápa, meg meghalt szegény teknős béka barátunk. Aha, most már látjátok, ó, azt a mindenit! Hát hallod? Milyen szád van? Nem, Epic Games, olyan, mint a Steam.
Újra itt vagyunk egy templomba. Epic Games. A Steamen csak megvásárolni tudod, nem ingyenes most. Se. Ott csak akció szokott. Újra templom. Tehát akkor elemezzük, ugyanúgy még mindig a bálnát. Valamiért a bálnát ábrázolják rossznak, és a cápát jónak, vagy valami ilyesmi lehet. Igen, nézzétek, a címet beleírtuk. Na, ott egy nap, vagy valami nagy luk. Itt egy másik két köcsög. Nem a robotaim. Itt vannak az összegyűjtött, nem, ezek csigák? Itt rengeteg csiga van. Tehát a csiga meg valami védőszent lesz, vagy mi azért gyűjtsük, így már kezd kicsit összeállni a kép. Itt öntözik és jönnek a lazacok, elemezzük a falat. Ott valami nagy fénygömb, hát nagyjából ennyi, amit megfejtettem nektek, ezt használjátok fel. Semminél több. És nyíljon ki az a kapu. Elkezd csobogni, jó, rendben, a vízöntő megtölti, és a varázsvíz kinyitja az ajtót. Víz alatti varázsvíz. Nagyon fura. Maradjunk annyiba. Na. Látjátok? Igen, egyre jobban látszik, nagyon ezeket a háromszögekkel történő vízi varázslatokat ábrázolták az ókorban, mert hogy a víznek köszönhetően nem haltak szomjan. Valami ilyesmi is biztos fontos. Közelebb úszunk, ilyenekbe szoktunk bemenni, tehát a fejre állított piramisok, azok adták a vízi varázserőt, és a vízi varázserővel tovább tudtak menni. Hát nyilván nem ez a sztori, de én így fejtem meg, jó? Követni kell a varázsvizet. Varázsvizet Balázs fizet. Itt már egyre nagyobb a templom. Kis köcsögökön is a halak vannak. Itt már megint kezdődnek a cápaszobrok, ott egy angolna. Macskám ledobta a telefonom, az nem jó. Olyan nehéz döntésem van, hogy Apex, Battle Pass vagy Fall Guys. Hát figyelj, attól függ, mit szeretsz. Nekem nem lenne nehéz döntés, mert nem szeretem az Apexet, de amúgy szia. Oppa! Na ott a cápák már uralom alá foglalták az egész helyet. Viszik a vacsorát a cápáknak, a cápa minden kaját el akar venni. És még mindig nem tudjuk, hogy a bálna mit csinál. Itt meg van egy nap a földön. Oké. Kijövünk a templomból. Dicsértessék a Jézus Krisztus, nézzük meg, mi lesz itt. Aha, háromszög. Ezt valószínűleg a robottal beindítjuk. Irányítás. VASD-vel tudsz így forogni. A jobb klikkel úszol, szerintem. És a bal klikkel tudsz így mellúszást, meg kicsit gyorsítani magadon. A jobb klikket ne engedd el, és a shift-tel kapaszkodsz a halakra. A space-szel pedig aktiválod a robotokat, meg a feladatokat. Röviden. De tapasztalt ki, mert az egérbe én se vagyok biztos, én amikor próbáltam live előtt, össze-vissza nyomogattam, nem is tudtam így úszni, hanem csak lebegtem, mint kaka a víz felszínén, vagy nem tudom. Ez a pálya is kész. Vagyis hát nem kész, csak checkpoint. Most megint kijöttünk szerintem a templomból, most újra valami tengerbe leszünk. Szívesen, igazából ezeket használod. VASD, Space, Shift, meg a két egérgomb. Ott a bálna! Ez bekap, meghalok. Ott meg a kis bálna. És ezen kívül semmi, úgyhogy... Kedves bálna úr, én jó ember vagyok, szeretnélek meglovagolni. Aja, észrevett.
Szeretnék rá csatlakozni, nem tudom, hogy engedélyezed-e, nem nagyon akarja amúgy. Úgyhogy akkor a kisebb bálnát se. Jó, követni kell a bálnát. Oké, megyek, bálna úr, nem akarok rád menni. Nem tudom, úristen, mennyi bálna. Lehet, hogy nem lehet meghalni Max a cápától, de az először a robotodat fogja megölni, nem téged. Ott szembe is jönnek a bálnákok! Hoho! Azok már ilyen öregebb bálnák, vagy valami más színű bálnák. Mert ugye nem szeretne engem meg ez a bálna, nem zabálna. Nagyon remélem. Úristen! Hát szavasz! Akkora vagyok majdnem, mint a szemgolyót háromszó! Mondd, hogy áááá! Ezt én is meg tudom csinálni, na jó, nem. Most csak együtt balettozunk, ez a vízi balett előadásom, nagyon sokat készültem rá, ez itt a Dave cirkusza, és teljesen családbarát, állatbarát, mert az élő helyükön tanítom be nekik a balettáncot, és ők pedig nagyon szívesen segítkeznek nekem. Fizetni pedig szuperchattel, szupermatricával vagy tagsággal lehet a jegyárát. Köszönöm szépen. Na, hát a show most szünetel, ilyenkor meg lehet a halat simogatni a víz alatt. Ez berobban? Bakker, ez robban! Az robban! Ahhoz nem megyünk oda. Hát a robotok megint eltűntek, jogos a kérdés. Nekem nem akad. Úristen, azok robbannak, az fain. Huha. Hát pedig át kell itt valahogy úsznom. Nem megyek közel hozzájuk, mert majdnem felrobbant az egyik. Nyugalom, nyugalom, semmi vész. Akkor megint meg kell keresnem a robotaim, hát fergeteges. Miközben itt vannak ezek a lebegő, robbanó szarok is. Egyre ijesztőbb a szituáció. Valami fekete füst és ilyen gonosz halacskák. Meg csontváz. Bálna csontváz. Creepy. Ahhoz képest amilyen kis chill játék volt eddig. Mi adja ki ezt a füstötte? Oh my god. Itt valami szivárog. Nem tudom, meddig kell lejönnöm egyáltalán. Nagyon meg kell találni gyorsan azokat a robotokat. Olyan, mint a piranya, és tényleg. Ez nem kéne közel menni hozzá. Megyek már? Ott se vagyok? Goblin Shark. De ne engedjük már kis cápákat! Kedves világító szemű cápák, én szabadítottalak fel titeket, innentől ti a szolgáim vagytok, és azt csináljátok, amit én mondok. Értettük egymást? Mindjárt fölrobbanok egyébként. Tehát, hogy... Ja, hogy azok mozognak is. Jó, én azt hittem egy helyben lebegnek. Ez... baj van! Baj van! Jó, ide csúnyák vagytok. Na, egy csak felrobbant. Megrázott az áram konkrétan. Na jó, vetkőzzük le azt, hogy ezek csúnya halak, csúnya környezet, találjuk meg, amit meg kell találni. Szia, Bogi! Ezt már felszabadítottuk.
Épp egy csúnya környezetre jöttél, de egyébként gyönyörű a játék, csak most ijesztő helyen vagyok. És próbálok nem megdögleni. És meg kéne találnom a dolgokat, de nem látom. Nagyon-nagyon lejöttünk, vagy nem tudom. Jó, ússzál, fiam. Valamire rá kéne kapaszkodnom, mert írtó lassú vagyok most, robotok nélkül is. De nem lehet elállítani, hogy ez ne füstöljön itt a tenger alatt? Nem. Na akkor most megint kutató munkát játszunk, aki látja a robotot, szóljon. Tuti, hogy a robotokat kell megtalálni megint. Azok ott lenn mik? Itt még nem voltam. Anglerfish. Szia, Diszti. Én se tudom, hova lettek a robotjaink. Hát sziasztok, Anglerfishek, csak nem kéne, hogy megrázom megint minket. De szép halak vagytok, halljak meg. Nem mondtam, hogy halljak meg. Szerintem, aha, biztos a dugó lesz! Ezt ne így csináljátok! És ez lekapcsolja, jó? Hát egy pár szó megcsapott. Aha, ennek is kettő oldala van, tehát meg kell találni a másik ilyen kis bigyuszt is, amivel kikapcsolod az áramot. Jó, lekapcsolom én. Nagyon egyszerű. Ha ez jobb oldalt volt, akkor az bal oldalt lesz valahol, ennyi. Élek, jelentem élek, csak kicsit megcsapott. Hát lehet, hogy a játék a végén így összeszámolja majd és kiírja, hogy hány szó hibáztál. Én már nem a nulla kategória leszek. Aha. Nekem te ne robbanjál. Meg kell találni a másik ilyen lecsapolót. Fú, de lassan úszok. Hamarabb akartam jönni a live-ba, csak ellenőriztem, hogy minden oké a terhez. Cicusommal mikor várhatóak a kis cicák? Semmi baj. Játék célja az az, Bogi, hogy össze kell gyűjteni tengeri csigákat, ki kell szabadítani a halacskákat, és átjutni a pályákon, és elvileg épül egy templom, vagyis hát szabadítunk fel egy templomot a víz alól. És hogy a templomba ilyen hieroglifás rajzok vannak, és azt látjuk, hogy imádták a cápákat, istenítették a cápákat, és valami van a bálnákkal, és varázsvízük van, és a varázsvízzel nyitott ki a cuccokat, így eddig ennyire jöttem rá önmagamtól, és büszke vagyok rá, hogy erre rájöttem. Na hol van a másiknak a vége? Mondjuk könnyebb lett volna, hogyha elmegyek a végéig, és akkor ott visszamegyek, és most egy ilyen bálna temetőnél vagyunk egyébként, meg tök szép a grafika, meg a pálya, meg minden, ez egy ilyen indie game, és most ingyenes az Epicnél. Hát el kellett volna menni a célig, és onnan visszamenni csak a nyílnál, de úgyis megtalálom. Ott van. Született, egy unokatesom kisfia megszületett. Ó, innen indulunk, akkor a csövet fogjuk követni. Jó, megvan oldva, ott a csővég. Ah! És ezekből a cuccokból szabadítottuk ki például a halacskát. E, így nézd, így! Gratulálok, jönnek a Tom Poteris, vagy mik ezek. Dave bácsi úgyis megoldja. Megoldom én, figyeld. Berobbanok mindjárt. Nem. Aaaaaah! Szia, Thea! De majd ha átmegyünk a templomos részre, meg egyébre majd meglátod, Bogi, milyen szép. Csak már nagyon haladunk előre. De miért megy megint ott az a mocsok cápa? Vagy őt engedjük mindig direkt előre? A cápa egyszer megette a robotunkat. Lehet, hogy a cápát vezetjük itt titokba.
Majd kiderül. Ó, nekem nagyon írtó gyönyörű. Csak kicsit, ugye, jó, nincsen map, azt megértem, mert víz alatt van, fedezd fel. De a sztorit így kb. Te fejted meg közben. Gyorsan menjél, fiam, mert robbannak. Ó, jaj, berobban a cápa. Ne, mi lett a cápa komával? Ráesett. Szia, cápa. Hát azért a bajba jutott állatokon segítsünk. Figyelj, megpróbálok rajtad segíteni, gyere! Cápi! Igaz, hogy szemét voltál, de megmentelek, oda néz. Azt mindjárt leharapja a fél lábam. Na jó, nem. Innentől lesz egy állatkánk? Mi gyarog, hello! Figyeljetek, legjobb házi állat. Engem is zavar minimál. Igen, tehát hogy jobban tudnánk a sztorit élvezni, ha nem te találnád ki, de mondjuk ha belegondolsz, a Lost Ember meg a Rókás is kb. Olyan volt, hogy te találod meg. Jó, mondjuk a Lost Ember az nem, mert ott volt, mi írt párbeszédeket meg minden, de a Rókásban se volt sok minden szöveg. Visszajöttünk a bálnákhoz. Mondjuk szomorú, hogy itt füstölne. Szia, bálna, tesó. Hova megyünk? Követlek titeket a mélybe, jó? Igen, hát most ez a templom rész a bálnáról szól. Ups, elfordultam véletlen. Nagyon sötétek a lenti részek, de hát érthető, a tenger fenekén vagyunk. És aki jól érzi magát és tetszik neki a játék, egyrészt dobjon egy lájkot, másrészt ossza meg Instagram sztoriba, ha még nem tette, harmadrészt pedig az Epic Store-ról ingyenesen mentse le, csütörtökig lementhető, csütörtök délutánig, oda kell menni, ahol a fényecske van, én meg ússzak már gyorsabban. Na, szuper. Örülök, hogyha kedvet csináltam hozzá, Desider. Meg ugye tudsz lovagolni a halakon, Bogi, azt elfelejtettem mondani, csak nem csináltam. De ugye a legtöbb halon tudsz lovagolni. Mindjárt odaúszok én? És akkor mindjárt meglátod az épülő templomunkat, meg kész a pálya. Gyertek, robotjaim! Level complete. Átjövünk itt a téridő kontinúnba, és itt a gyönyörű templom. Most azok kedvéért, akik nem voltak, megmutatom. Így néz ki ez a lebegő gyönyörű templomunk. Ott már ugye volt a gyilkos bálna pálya, ott volt a rája pálya, és ott a cápa pálya, ez meg a bálna pálya. Rendben van, Réka. És ilyenkor mindig följebb jön a templom, és a végén biztos, hogy valami olyasmi lesz, hogy a templomot újra kihozzuk a tengerből. És akkor ez is kész. Újra jön a slime. Tessék, jön a kövi pálya. És ilyenkor jön az, hogy így följebb emelkedik és mutatja a cuccot. Ja nem! Nem a bálna volt, hanem ezek a kis cuccok. Nem jut eszembe, a tintahal. Tintahal talán. És akkor már menjünk van meg a templomból, jó ég. Wow! Wow! Na ezért nem videót csináltam, hanem live-ot, mert tudtam, hogy csak csodálkoznék és gyönyörködnék. Nyitva áll a kapu. Új, de szép nagy tintahal.
megyek visszanézni a legutóbbi 24 órás live-okat, majd ezt a live-ot is visszanézem, rendben van, Liba. Szia, köszi, hogy itt voltál, Gágá. Ott, ezen a kis lyukon kell beférnem, várja, az nekem megy. Ne! Ez mind gondolom nem rázhat meg. Úristen! Hát olyan látom, hova kell eljutni! Hát figyelj, most beindulok így középbe, az egész pufán áramoz. Na jó, akkor logikázzunk. Ott kevés ilyen robbanó szar van. Ó, hát ez könnyebb volt, mint gondoltam. Figyelj, van itt Rafkó. Aztán meg vagyok. Hát hülye lettem volna középüt végig menni. Bár még robbanhatok. Hopp, 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 hopp. Úgy, gyönyörű. Jaj, de jó, ügyes vagyok. Köszönöm. GG nekem. Hiba nélkül, cson nélkül bent vagyok. Itt egyre több a szemét, olyan, mint hogyha átmentünk volna egy űrhajós játékba. Mi ez a zene? Nyomaszt. Nagyon. Ez már nem templom, hallod, ez már űrhajó. Aha, most végig ezeket a robbantós vackokat kell ki... És az hogy kerülött ki? Várjál. Elúszok gyorsan. Úgy. Nagyon jó. Olyan csőlátásom van most. Úristen. Valami segítsen nekem. Haló? Ezt mindjárt megfejtjük. Semmi baj, Tifi. Lehet, hogy egy cápa mutatja az utat. Igen, ezen már én is gondolkoztam. Itt valahogy viszont ki kell jutnom. Nagyon messze vagyunk. Aha, itt van egy másik út, ugye, hogyha erre jövök el. De az be fog robbanni. Ezt nem úszom meg. De. De. Jó. Köszi mindenkinek. Aja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 j
Ez most kicsit inkább olyan, mint egy űrhajós játékkal játszanék, és lebegnék. Itt az irányító pult. Huha! Látom, hogy töltődik közben az a micsoda! Azt el kéne vennem? Opa, ott egy ember. Láttunk egy embert, egy cápát. És lemerült az aksi, vagy nem tudom. Úristen. Angolnák. Be kellene idehozni a cápát? Ez csak hologram. Aha, jó, az lesz. Hát búvár, lehet, hogy van neki egy ilyen cucca, amin kapja a levegőt. Várjál, merről jöttünk, mert nem arra kéne kimenni. Ott nyomtuk meg, akkor erre megyünk. Jó, 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 jó. Na most már kicsit jobban összezavarodtam ezen a pályán. Semmi baj. Azt hiszem erre jövünk. Ajajaj, nem úsztam! Ezt nem úsztam! Igen, ezt tudtam, hogy betalál. Az is már nem tudok elúszni. Egy azért csak nem ölt meg, vagy nem találta. Nem már!
Most szivattok? Akkor innentől kezdve olyan, mintha végig megsokkolnának, tehát itt... Mi ez? Készüljetek az áramcsapásokra! Én mondtam! Ezt hogy gondolta úgy a tervező? Tehát, hogy... Jó, hát végülis eddig csak kettő rázott meg. Nem tudom, hogy jó-e, hogy lövöldözöm ezt a fénycsóvát magam elé, de úgy látszik, hogy van haszna. Ott van. Jó, kettő rázott meg abba a több százból, úgyhogy aránylag jó teljesítettem, úgy érzem. Ha, mi ez? Ó, te cápa! Mi a rák? Megszott a cápa árammal. Feláldozta magát, meg engem is? Mi van? Mi? Ezt nem értem. Ez most mi volt? Kaptam valami... Tudja, hogy kaptam valami energiát, én már gondolom, hogy mi lesz. Tudja, hogy az lesz. Igen. A cápa feláldozta magát, azt láttuk, hogy sajnos ő feláldozta magát. Mi lett velünk, Jézusom? Robotok vagyunk, az így kiderült, de hogy... Mármint, hogy azt a kis világított cuccot beleültette oda a szívünk helyébe, azt látom. Hogy megkaptuk az örök életet, vagy én nem tudom, hogy mit kaptuk. Ott a cápa! Na várjál már! Mi van veled? Még él! Még él! Cápi, mi van veled? Ezt miért csináltad? Hát kikapcsoltam volna. Meghalt. De ezt miért? Ezt miért kellett? Nem tudom újraéleszteni, próbáltam. De megpróbáljuk még egyszer azért. Föláldozta magát azért, hogy nem ihaljunk meg. Nézd csak. Ez mind ráesett. Nem, sajnos nem lehet felkelteni. Innentől nekünk kell beteljesíteni azt, amit kell. Szia, Viki. Na, hát nem tudtuk meg, hogy miért imádták istenként, de nekünk kell valamit megcsinálni helyette. Hoppá, lassan kiemelkedünk a templommal, úgy látom. Most már fönt is tudok úszni. Aha, innen lehet, hogy gyalog leszünk, úgyhogy ez érdekes lesz. Mi történt itt? És nincs egy hal se, azt látjátok. Hú, mennyi béka lencse van. Oh my god! Hát kijöttünk a tengerből.
Azt a mindenit, mi lesz itt? Kevesebb emoji, tudom a csak. De cuki, itt a teknős, itt egy gyík, itt vannak a kis aranybékák. Jön a megváltó víz. Oké, majd Tifi, átbeszéljük. De akinek nincsen Facebookja, az is tud jönni ugyanúgy abba. Messengeren ugyanúgy tudtok írni, hogyha nincs Facebookotok, és most innen... Váó, de szép, de ugrunk egy hasast? Jó, én szívesen benne leszek, segítek majd utána. Igen! Váó! Nézzünk körbe a vízbe is. Aha, itt is gondoltam, hogy lesz, akit ki kell engedni. Anomalakriszok, gyertek! Megyek gyors picikét, kipróbálom az abzut. Rendben van, várunk vissza. Aha, ott látom megint valamit, majd gondolom itt húzni kell. Vagyis hát itt még meghúzni ezt a cuccot szerintem. Nem? Vagy ezt már még kinyitottuk egyszer? Aha, ezt már még kiemeltük, ott van benn valami, várjál. De az már le van zárva, gyerünk fel. Na, nem bírok felmenni. Aha. Itt vannak a delfinszerűségek. És most nyílik ki a kapu, gondoltam. Akkor mehetünk is be oda. Szia Rising Friends! Tekerés. És az az ajtó is, azt is ki kell nyitni, gondolom. Aha, mert... Ó, jön a víz, a varázsvíz. Aha, akkor még egy ilyen van, mert két helyen van, át kell menni a másik oldalba. De Tifi, a live után megcsinálom szívesen, hogy a profilod tovább küldöm azoknak, akikkel már Among Us-oztunk, mert azok mind írtak nekem ugye a Mongufta Dave-re. Úgy lehet, hogy könnyebb lesz egy kicsit. Na, meg kell találni a másik oldalon is ezt a kis bigyuszt. Csak így most nem látom, menjünk föl. Az könnyebb, hogy én mindenkinek elküldöm a te izért, vagy nem mindenkinek, mert akkor letilt, hogyha 50 embernek írok ugyanazt, mert spamelésnek is letiltja az egész üzenetküldés izém. De hogy ráírok, hogy jelöljön be téged. Azt nem egyszerre, hanem ilyen 10 emberenként, mondjuk 8 percenként.
Ez itt be van világítva, csak nem láttam, hogy melyik oldal van kész. Meg kell találni még egy ilyet. Lesz még a héten live? Hát hétfő van, gyerekek, hogy ne lenne? Csak két nap nem lesz áram nálunk reggel 8-tól délután 4-ig vagy 5-ig. Aznap, hogyha visszaadják időbe, akkor lehet, hogy lesz, ha nem, akkor nem. De majd jelzek aznap. Holnap nem lesz, mert holnap dolgozok. De lesz. Among Us az kb. 2 hét múlva lesz, de addig tudtok egymással játszani. Azt tudom, hogy az később lesz. Aha. Meg is van. De live-ok lesznek, persze. És akkor ezzel kinyílik a főajtó. Best. Csak most még oda kell találnom. Aha, hol vagyok tőle? Jó, láttam, hogy hol van, nem kell zseninek lenni, középütt. Szegény cápa, igen, én is sajnálom. És igen, ahogy Tifi írja, lesz az a Messenger csoport lehetőség, ha már megcsináltad, akik Among Us-oznának, azok addig tudnak ott együtt játszani. Ú, itt már valószínű, hogy lehet, hogy lassan finálé. Tehát, hogy ú, óriás teknős. Várjál, először nézzünk körbe, mielőtt én azt... Nem, azt kell benyomni, gondolom. Igen. Ú, de szép. Ott még az nem világít. Rendben van. Szia Lilla, mi újság? De ide kéne, hogy folyjon. Aha, varázsvíz. Sziasztok, halak! Megyek föl. Nem tudom, hogy hova, de megyek föl. Váó, már szinte az egész palota vagy templom ki van engedve. De gyönyörű. Oda nézzetek. Madárkák. De akkor itt most ugorjak egy fejest a vízbe? Hát mivel arról jöttem, kizárásos alapon. Meg kell majd szokni az irányítást, nekem is nagyon fura volt először. Hát akkor ugrunk. Aha, már látom is, jó. Akkor a tornyoknál úgy látszik, most ki kell ezeket kapcsolgatni. Sajnálom, hogy nem elég erős hozzá, ezt tényleg azt nézzétek meg. Jó, kiengedtük a halacskákat. Hát ezt még majd itt ki kell valahogy emelni a víz alól. Világít a szemük. Nightbotot nem letöltöd, azt csak be tud állítani, nem letöltéses. Wow. A cápa emlékére segítünk neki. Biztos, hogy van még egy ilyen rész. Ezt megtapasztaltuk, hogy kb. 2 van. Aha, innen látom a másik oldalt. Jó.
Aha, ott is még van hal, amit nem engedtünk ki. Viszont csigát már rég találtunk. Danklosetus. Új, de csúnyák vagytok, de azért üdvözlet. És közben a vízszint az úgy látom, hogy csökken. De azért ne tiltsd le, Éva. Jó. Mert ideiglenes fogsz kapni. Tényleg a Nightbot azért van, hogy segít nekünk. És nyílik a kapu. És akkor megint felmegyünk a toronyba. Szerintem már nagyon a finálé fele vagyunk, viszont ez már jó, mert így idézőjesen kiszámítható, hogy mit kell csinálni legalább. De izgi volt eddig. Látod, kaptál is egy jó 10 vagy nem tudom hány perces büntetést. Azért mondtam, hogy ne szenyózzatok a Nightbotta. Megbüntet. Nem véletlen van. És akkor minden igaz, akkor itt fogunk felemelkedni megint. Igen. Gyertek, halacskák! Kű! Oké, oda kell úszni. Ott is megindult a víz. Be! Úgy volt vele! Most már szigorúbb lesz. Egyre nagyobbnak tűnik amúgy a templom, ahogy kijön a vízből. És itt majd ide kell beugrani, vagy mi? Várjál, én azért még nem ugrok be egyből. Nézzük meg, hova tudunk, ott nem tudok kimenni, várjál. Lehet, hogy csak ugrás lesz belőle. Oké. Aha, oda már nem akar felmászni, akkor itt ugrunk, ugrunk. Hopp. Ó, milyen muzsika. Gyertek, mind gyertek velem. Megváltjuk a világot. Megint mekkora területen vagyunk. Mindenkit behoztam. Nem tudom, hová megyünk. Ó, ez már a város közepe, vagy a város szíve. Hát ez sokkal nagyobb, mint gondoltam.
Hoppá, csukódik az ajtó. Hát, sziasztok, halacskák! Vajon lefelé vagy fölfelé kéne menni? Ugorjunk, jó? Várjál, megyek föl, vagyis hát próbálok. Megfogtam. Meglovagoljuk Ichthyosaurust. Ugorjunk egyet, gyere. Azt nézem, hogy fönt van-e valami, de úgy látom, hogy semmi. Akkor lefelé kell mennünk ezek szerint. Aha, ott tuti, hogy a kar az lesz. Vagy nem, gyere. Nem ide kell jönni, akkor meg várjál. Mit kell itt csinálnunk most? Mégiscsak föl. Mondjuk ott egy kapu. Az zárult be, nem? Aha. Viszont gyorsabb a hallal menni. Várj, itt hova tudok elmenni? Tehát, hogy én azt nézem, hogy de mit csináljak? Na az első, hogy hirtelen nem látom egyelőre, hogy mi lesz a feladat. Lassítsál, halacska. Tehát itt nem is tudok sehova kimászni, nem? Hát itt fönt semmit nem tudok csinálni. Ha jól látom. Kövesd a láncot. Mármint föntről vagy lentről? Ott volt egy lánc. Várj, nem látok a halaktól. Ez jó volt. Én próbálom követni, amennyire tudom. Menjél föl, légy szíves. Ó, igen, föntre kellett. Jó, köszi. Köszönöm. Szóló prózát, és hogy hangzott, vagy hogy sikerül? Aha. Jó, ezzel már nyitjuk is. Lánc, van még egy lánc, Eszter lánc. Úgyhogy gyorsan még szükségem van még egy halacskára. Adjatok egy halat? Hát, elúszok én oda magam is akkor. Vagy adsz egy halat? Gyere! Te leszel az én halam most. Oda haladunk, jó? Föl, föl, föl. Nagyon jó. Köszönöm a fuvart! Ön is a Dave taxival utazott. Majdnem, hogy eljutottunk odáig, de nem. Na, forduljál már oda. Húzzuk ki azt a dugót. Azt hittem, hogy ott vagyok. Meg vagyok. Az nem jó. És nyílik az ajtó. Megyünk az örvénybe. A sok hal is lemegy az örvénybe? Gyertek velem! Nem nagyon akarnak lemenni szerintem. Én lemegyek. Vagyis hát mennék.
És ez már középütt van. Na mi lesz? Köszönöm, Lara. Felé lett a cápa! Visszaadtuk a cápának a lelkét! Itt van cápi, gyerekek! Visszatért! Hát visszahoztuk! De gyönyörű! Hát itt a cápa velünk! Hát szevasz! Azonnal meglovagoljuk. Minden happy, így van. És így már össze tudjuk törni ezeket a robbanó szarokat a cápával. Azt a gyönyörű lett. Wow. És a zene is rohadt szép, meg a látvány is. Hát innentől kezdve én lovagolok a cápin, nem érdekel. Gyertek velem. Ezt is felszabadítjuk. Tarolunk. Csak fontos, hogy lovaglás közben ne engedjétek el a shiftet, mert akkor leszálltok róla. Remélem azért nem ragad be a shiftem. Igen, most felszabadítottuk a gyilkos bálnákat, azt hiszem akkor ilyen 4-et vagy 5-öt kell így végig nyomogatnunk. Ott vannak a barátaink. De gyönyörű lett. Mehetünk tovább. Azt nem tudom, hogy erre jöttünk-e, vagy erre kell menni, majd kiderül. Aha, robbantjuk. Azt is szétrobbantjuk. Wow, igen, nagyon szép. Ez über gyönyörű játék. Na, ne ugrálj annyit, cápa, jó? Hogy szépen csak tört szét. Ez is megvan. Megyünk oda. Ez már nagyon a finál. Finálé. De szép ez a rész is.
Csatlakozzon hozzánk mindenki. Megmentjük itt a világot a pusztulástól. Na, hogy tetszik, Bogi? Nem tudom, itt vagy-e még. Bár ez már pont a vége, valószínűleg. És itt van egy ugrós rész is. Látjátok, amihez ki kell ugrani. Váó, neki kell ugranunk. Meg vagyok. Opa! Aki jól érzi magát, dobjon egy hatalmas lájkot, ne felejtsétek el! Ott a bálna, vidám bálna! És ott lesz a vége szerintem, mert a bálnák lesznek a vége, azt tuti. Ők is milyen vidámak és boldogok! Oppá, oda már viszont a cápa azt hiszem nem tud velünk jönni. Úgyhogy cápinak búcsút intünk. Szia, cápi! Ja, de! De, jó, jön velünk. Tört szét ezt a sok szart! Úgy! Mindet! És egy maradt! Hoppá. Kijutottunk. Kijutottunk a víz alatti börtönből, és minden újra éled. De gyönyörű. Visszatér az élet. És kijönnek a halak is. Váó! Hát ez ami rohadt szép volt. Ezt nagyon megéri gyerekek letölteni és végigjátszani. Nagyon-nagyon szép, gyönyörű, érdekes. És igazából látjátok, a cápa gonosznak tűnt, és a végére kiderült, hogy igazából veled van, és ő is csak egy áldozat, és vele együtt mentettétek meg a világot. Abzu. És ott a csiga. Még itt is találtam egy csigát. Nem tudom, mire jó a csiga, de találtam. Gyere, cápi, lovagoljunk még egy sort. Hát ez nagyon szép volt. Remélem, hogy jól... Nem mondom, hogy szórakoztatok, jól éreztétek magatokat. És ő is feltámadt. Szia, Tifi! Éppen vége, kiderült, hogy a cápa feláldozta magát, megkaptuk az erejét, és újra, és kiderült, hogy víz alatti börtön volt az egész, és újra kiszabadult minden, és minden kivirágozott. Gyönyörű, szép happy end lett.
És még mindig ott úszkálok. Úgyhogy ne felejtsétek el, aki szeretné végigjátszani vagy kipróbálni, az Epic Games-en csütörtökig ingyenesen meg tudjátok tenni, hogy letöltitek. Ez nagyon jó volt. Azt nem tudom mondjuk, hogy mennyi idő volt maga a live. Egy ilyen 2 órának tippelem, mindjárt meglátjuk. Mit ír? 2 óra valamennyi, igen. Nagyjából jól tippeltem. Pont jókor tértem vissza, igen Zsolt, végére, fináléra. Érdemes visszanézni, nagyon szép lett az egész, meg így kikerekedett az egész sztoria, úgyhogy meg happy end lett, mondjuk azt nem, abban nem voltam biztos. Két óra, 10 perc. Jó, hát abban levonjuk a 10 perces számlálót, akkor 2 óra. De azt még mindig nem tudom, mire jók a csigák, azt talán majd most a végén még megmutatja, vagy nem tudom. Meg hogy minden halat kiszabadítottam-e, abba se vagyok biztos, sőt biztos vagyok benne, hogy nem. Mert volt olyan pályarész szerintem, ahol elsiklottam a fölött, hogy ha jól láttam, pályánként 2 volt eldugva, néha 3, de volt, ahol csak 1-et szabadítottam ki, úgyhogy nem tudom. Ja, most megállt a karakterem is, mert ugye nem nyomom. Ott vagyok, halló. Gyere cápa, gyere cápikám. Így. Mit üzentek a nézőknek, halak? Semmit. Hallgatnak. Na, tök jó, örülök, hogy itt voltál. Hát ez szép volt. Hát igen, ez így érte meg. Ha ebből csak videót vágtam volna össze, akkor nem adta volna át így ezt a hatást, mint így az egészbe. És kész. Start. Mindjárt meglátjuk, hogy mi van. Aha. Meditétek. Jaj, igen. Akkor még ez is lehet, hogy minden pályán tudsz meditálni. Hát ebből mi 2-szer meditáltunk a... 4, 8, 12 pályából 2-szer meditáltunk. Ugye így néztek ki a pályák. 2, 4, 6, 8. 8 pálya. És hát köszönöm a figyelmet, remélem, hogy jól szórakoztatok. Legyen további szép délutánatok. Sziasztok, mongufták!